Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Molnár György, a Baromfi Terméktanács mezőgazdasági titkára, és igazából én a béranya üzletről akartam beszélni, de Molnár Györgyivel a tojásárakról kell beszélni, ha bár itt is vannak tojások, és mielőtt Györgyivel kezdenénk, Eszter, mi a legfontosabb cikk a héten a 168 órában? Mindenképpen a béranya üzlet, ugyanis Parászka Boróka, az ismert erdélyi újságírónő, ő kiment Grúziába, és egy nagyon-nagyon komoly átfogó riportot készített, itt a Méh kiadó, ez a címe az egész összeállításnak, és itt megszólalnak különböző civil szervezetek, illetve maguk a béranyák is, illetve van egy nagyobb interjú is egy érintettel, és nagyon alaposan körbejárja a kérdést, hogy kik azok, ugye Grúziában virágzik, itthon, mint tudjuk, illegális, Grúziában virágzik a béranyaipar, nagyon sokan a saját gyereküket tartják el béranyasággal, és itt például egy olyan nőről van szó, akinek gyakorlatilag széthullott az élete, de másodszorra is bevállalta, mert annyi pénzt kapott érte, hogy nagyjából ez volt az egyetlen esélye. És ilyen emberi tragédiák is vannak, hogy ikerpárt szült, és közben mind a kettő meghalt. Nem akarták kifizetni azzal a felkiáltással, hogy neki ezt tudnia kellett, hogy a terhessége problémás. Tehát, hogy ez az egész iparág hogyan épül föl, és hogyan érint. Én beleolvastam, készültem a mai adásra, és már tegnap átolvastam az egész újságot, és egész idő alatt arra gondoltam, hogy elővettem a YouTube-ról a régi interjúimat, és közöttük volt egy, ahol egy ilyen béranyát interjú voltam meg, és arról beszélt, hogy az izraeli megrendelők mind egy hímes tojást vigyáztak rá a 9 hónap alatt. Állandóan ugyanabban az országban, állandóan ott voltak nála, vigyáztak rá, és azért kapcsolódunk itt most a vendéghez, mert az izraeli házaspár még arra is odafigyelt, hogy bio tojás, és minden bio legyen. Miért ennyire fontos ma nekünk az, hogy minden nagyon steril legyen, nagyon zöld legyen, nagyon egészséges legyen? Igazából van ilyen? 60 forintért? Mert az Esztert az előbb megkérdeztem, és azt mondta, hogy 60 forint. Hát, mi az a 60 forint? Mi az a 60 forint? Igen, néztem én is az árakat, a legutóbbi árak, és átlagárakról beszélek, 56-57 forint. Nyilván itt van különbség, hogy vidék, van különbség, hogy Budapest, van különbség, hogy piac, van különbség, hogy üzletház, és a fő tényező, ami különbség lehet a méret, hogy legkisebb SS méret, vagy legnagyobb XL-es méret, vagy éppen, hogy milyen technológiában termelik. Egy szegény családnak az, hogy ez S vagy XL, ez mit jelent a konyhába? Nagyon jó a kérdés a szegény család, hogyha visszautalunk a biotartásra. Én azt gondolom, hogy beltartalmában igazániból semmi különbség nincsen, sőt nem csak gondolom, hanem egészen tudatosan mondom ezt, hogy semmi különbség nincsen. Akkor ez a jóléti társadalomnak a fejlővése? Hát igen. Jól fogalmazott, igen. Ez a jóléti társaság... Egy pillanatban megállítom, mert nekem nagyon érdekel, Eszter. Miért érdekel engem ennyire, hogy te mit csinálsz otthon a frizsiderbe? Ja, mert te egy olyan anya vagy, aki odafigyel a gyerekeire. Ez nálad szempont, amikor megveszed a tojást, hogy a gyerekeiddel eteted meg? Nem, egyébként mi is azt szoktuk, hogy megnézni, hogy minőségi tojás legyen. Nyilván az ember így árulnak a... nem minőségi tojást is? Hát nem tudom, ahogy igazából a férjem ehhez sokkal jobban ért el kell, hogy ismerjem, és ő igen, hát ő olyan helyen veszi, ahonnan tudjuk, hogy jó helyről jön, stb., de az, hogy most konkrétan bio, nem bio, az nálunk sem szokott. Meg ugye mondtátok, hogy a tanyasi az mennyivel jobb, de... Igen, akkor... azt gondolom én is, hogy itt a beltartalom a fontos, hogy mit adunk, és főleg említette a szegény rétegeket. Tehát az, hogy a... Mindazonáltal, hogy emelkedett, és igen sokat emelkedett a tojására, azt el kell ismerni, még mindig a legolcsóbb fehérje forrás, és a legjobb fehérje forrás. Tehát amikor értékeljük a baromfi húsokat,
sertéshúsokat, marhahús, bármelyik tejet, ha összehasonlítjuk, a tojás az, ami az anya tejjel egyenértékű 100% biológiai értéke. De ez most egy új kutatás, mert egyébként annyiféle kutatás volt a tojásról, volt, amikor azt mondták, hogy koleszterin emel, de hogy most már ugye ez kiderült, hogy azért ez nem az a fajta koleszterin. Egyrészt nem az a fajta koleszterin, másrészt a koleszterint maga a szervezet felé. Tehát, hogy értsem, hogy ti miről beszélgettek, hogy ígyunk tejet, vagy ne ígyunk tejet, rákot okoz, vagy kihull a hajunk utána, meg az ellenkezőjét. Ez igen. Valamit felkap a őseink média, valamit mérettek. Felkap a marketing. Őseink, amikor nem a média szerint étkeztek. Akkor ettek tojást is, tejet is, húst is. Igen. Eszteltem, mind anya és háziasszony, ön, mint a Baromfi termék tanács mezőgazdasági titkára, aki szabad idejében azért anya meg háziasszony. Mit ajánlottok így ünnepek táján az embereknek a tojásokat illetően? Nyugodtan vásárolják a tojás. Én mindig azt szoktam mondani, amit mondott az Eszter is, hogy igen, nézze meg, hogy honnan. Ha van egy bevált termelője, akkor tőle kell mindig vásárolni. Én szoktam, sok kérdésnél megkérdezik, hogy mit ajánlok. A magyar tojást ajánlom. Azért ajánlom a magyar tojást, mert ismerem a magyar termelőket. Ismerem a magyar állategészségügyi szolgálatot. És maximálisan megbízom benne. Van Magyarországon nem magyar tojás is? Hát vannak import tojások, persze. Ezek szerint nem jár boltban, és nem látja. Igen, van. Ki kell nyitni a dobozt. Én egy doboz, nagy hálózaton szoktam online megrendelni. Hát, nem a tojást, hanem mindent. Ha megérkezik a termék, nyissa ki a dobozt, nézze meg, hogy a tojáson milyen kód van. Ha azzal kezdődik, hogy 0123 kötőjel hú, akkor úgy egészen biztos. Kedves nézőim, ezt a két szakembert most levizsgáztatjuk, figyeljenek. Készítettek önök már mikrobarántottát? Nem is. Igen, próbálkozott a lányom vele, én nem ajánlanám. Biztos lehet, még sosem próbáltam meg. Szerintem ilyen magasan meg tud nőni, ilyen szivacsos, nagyon ízletes, ketté töri a tojást, igen, előtte a vízcsapban leöblíti, igen, beleteszi a tányérba, mindenféle egyéb alkatrészeket beletesz, beteszi a mikróba, másfél-két perc alatt így följön. És mi az az egyéb alkatrész? Hát, mit tudom én, zöldséget, ja, gombát, okay, hagymát, vagy mindenféle ilyen finomság. Nem a tojás a mikron kívül is másfél-két perc alatt kész. Ahhoz be kellene kapcsolni a gáztűzhelyt, vagy a villany. A mikrót is. Jó. De szeretnék visszakerülni a kaptafához, mert az egészet nem értem, pedig higgyel, hogy egy adófizető rendes polgár, hogy a 60 forint az most sok vagy kevés? Én azt gondolom, hogy magas most a tojás ára. Ennek oka van. De azoknak a tyúkoknak enni kell adni. Mindig vannak hullámok a tojás áraban, és ciklikusságok is. De ez mitől? Tudni kell, hogy Magyarország és a magyar termelés az Európai Uniós termelés része. És most volt egy botrány, tehát és ez okozza. Nem csak importálunk, hanem exportálunk is? Saját része termelünk elsősorban. Halljuk a botrányt. Tehát a botrány miatt biztosan hallottak róla, olyan rovarítószert használtak madaraknál, amit nem lehetett volna használni, hogy bizonyos betegséget úgy hívják, hogy madártetű atka kiírtsák. Magyarországot ez nem nagyon érintette. Volt egy pár renitens termelő, de tényleg azt mondom, hogy megbízhatóak a magyar termelők, viszont Észak-Európában, elsősorban Hollandiában, Belgiumban, Németországban óriási problémák voltak. Jött a hatóság, kivágatta az állományt. Viszont hatalmas állományokat vágott ki, és innentől kezdve egy európai hiány alakult ki. És hiába van nálunk megfelelő mennyiségű termelés, bizonyos importra is szorulunk, de még ez is azt mondom, hogy nagyjából egyensúlyra áll, annyira kicsi a piacunk, hogy gyakorlatilag az európai hatás iszonyatosan érvényesül Magyarországon. Tehát amikor sok a tojás, akkor szerencsétlen termelő semmit nem keres, és valljuk be, ezt akkor exportáljuk a tojást? Durván a magyar ellátásnak olyan 75-80%-át tudjuk ellátni. A maradék az importból érkezik, elsősorban lehet. Tehát akkor nem vagyunk exportképesek, mert importra van szükségünk. Inkább import, igen. Mit tudnak, mindkettőket kérdezem, ajánlani nézőinknek, ha már elmentünk így a tojás egészségügy területén, valami különleges tojásételt? Eszter, kis kóser tojásleves. Hát a kóser, hogy nem is házi, a frittata az egyetlen, ami... Én közben vitatkozom a főszerkesztőnömmel, aki azt állítja, hogy önök nem házi asszony. Ön házi asszony? Házi asszony. Eszter, nézzél légy. De tehát annyira nehéz, mert bármelyik süteményt elkészíti, ahhoz kell tojást. Én például milliószor csinálok tojásleves, néha néznek rám, és akkor mi az, hogy tojásleves? Szereti a családom. Nyilván van az alapétel, a rántotta, a töltött tojás, a
Omlett. Tehát rengeteg féle van, és most emeljek ki egyet, madártej. Tehát nekem mondjuk az a kedvencem. Nekem is a kedvencem, de én például így péntek kora este a szabati asztalnál nagyon szeretem a zsidó tojást. Eszter, hogy kell ezt csinálni? Ezen nem lezsidózni akartalak, csak feltételezem, hogy te tudod, hogy ezt hogy kell csinálni. Hát elvileg tudnám, de gyakorlatilag, mivel ugye abban mindenféle libamájat, meg ilyeneket tesznek, én meg vegetáriánus vagyok, így aztán nem szoktam. Libamája? És akkor a gyerekek is vegetáriánusnak hát kell, hogy legyenek meg a fél is? Nem, a gyerekek nem, de ők nem esznek zsidó tojást. Amúgy se, de ők esznek rántottát, esznek sokféle tojásétel, de... És a vegetáriánusok természetesen esznek tojást. Tojást azt tesznek, attól. Igen, az a vegán. Most még azt szeretném megtudni önöktől, miután a főszerkesztő asszony azt mondta a fülembe, hogy önök nem házi asszonyok, hogy mégis amikor megérkezik a szállító, elhozza nekem a tojásokat, mit kell csinálni, meg kell sikálni őket, vagy betenni a frigiderbe, aztán állt egy kicsit leöblíteni, vagy mit kell egyáltalán, hogy kell ezt tárolni, hogy ne legyen semmi. Jellemzően az ember úgy veszi, hogy 10-es csomagolásba, vagy 30-asba, és akkor fóliába, vagy 15-ös megint ilyen papírdobozba, vagy műanyagdobozba, célszerű ugyanebben a dobozba berakni a hűtőbe, de egyébként hűtő se kell neki, inkább az a fontos, hogy egy egyenletes, nem túl magas hőmérsékleten tartsák, tehát egy kamra tökéletes a tojás tárolására, és megmosni nem szabad, azért nem szabad megmosni, mert a végén van egy vékony réteg. Ez a vékony réteg védi a tojást, hogy a különböző korokozók kósz egyéb ne jusson be, mert a tojás tele van apró pici pórusokkal, és ha ezt a réteget lemossuk, akkor tud bemenni. De felhasználás előtt? Felhasználás előtt fel lehet, vagy célszerű. Na most ne haragudjon, de én igazából egy újságíró vagyok, igaz, hogy rabbinak készültem, meg filozófiát tanultam, de engem nagyon érdekel, hogy egy fiatal asszonyból hogy lesz a baromfi terméktanács mezőgazdasági titkára? Tehát mi történt magával, hogy a fiatalasszony vidéken nőtt fel, a fiatalasszony szerette a biológiát és a kémiát, és nem tudta eldönteni, hogy mi legyen, mondták, hogy legyen orvos, mondtam, hogy fizika az esélytelen, úgyhogy Debreceni Agrártudományi Egyetem is, ilyen egyszerű az élet. Tehát agrármérnök tulajdonképpen, és ezért tud nekünk tanácsokat adni, hogy mit is tegyünk a tojással. Eszter, te hogy jutottál a tojásokig? Én hogy jutottam el a tojásokig? Én általában egyszerűen jutok a tojásokig, én megveszem őket. Van még valami egyébként, ami tudnunk kell a tojásokról? Most így ünnepek táján a tojásokról? Mindegy agrármérnök mondja el nekünk. Aztán majd mindjárt jön a doktor úr, a főorvos úr, és mindent megfogtál. Bízom benne, hogy nem. Mert ugye vannak például ezek a módszerek is, nem? Hogy honnan tudjuk, hogy romlott a tojás, hogy betesszük hideg vízbe, és a fölmenni. Igen, léteznek ilyen módszerek. De van rajta dátum, nem? Van rajta dátum, igen. Tehát ha van rajta, hogy lejárati idő, vagy minőség megőrzési idő, az egyébként 21 nap, amit nyilván, ha boltban megyünk, igen, ezt figyelni kell. Speckó, én beszoktam rakni a hűtőbe, mert nekem nincsen hűvös kamrám, viszont ha megnézem, hogy igen, lejárt a határideje, akkor fogom, felütöm, megnézem. Sokkal tovább képes elállni a tojás, különösen ha hűtőbe tartjuk, mint ez a 24 nap, ez egy nagyon-nagyon védett és burok idő. Úgyhogy ennyi, feltöröm és megnézem. De ez a poharas módszer is jó, de ez csak azt mutatja meg, hogy... Szigorúan vallásos nézőimet figyelmeztetem arra, hogy oda kell figyelni, amikor külön válasszuk, hogy ne legyen benne vérfolt. Nagyon szépen köszönjük, hogy tanulhattunk mindkettőjüktől tojásügyből kifolyólag, és akkor most következik dr. Jankovics István, főorvos az Országos Közegészségügyi Intézettől, akivel az influenza járványokról, na meg a tojásokról is fogunk beszélni, talán pont megcáfolja az előbb haladatot. Tartsanak továbbra is. Köszönjük, köszönöm, hogy itt járt, szépen, és visszavárunk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, Eszter.